Sziasztok! Már ezt a képünket fogjuk elkészíteni. A virágot középről, azt a netről vettem le. A mappában ti is megtaláljátok ezt az Igor Levásov. Na, itt nem tudom megnyitni, bocs. Tehát ezt kinyitjátok. Kimásoljátok ezt a linket, és akármelyik szerkesztővel, ha beillesztitek, ilyen képeket kaptok, vagyis ilyen virágos képeket. Én ezt a képet választottam ki, és lementettem, amiből most a leckénk fog készülni. Tehát ezt elmagyaráztam. Aki más színnel szeretné csinálni, majd miután az enyémet elkészítette, más színű színnel, akár mivel pipacs, rózsa, mert itt látom, vannak pipacsok is, akkor innen lementhet képet, és ennek a színei alapján tud elkészíteni egy másikat. Tehát ezt bezártam, ezt is. Tehát amint látjátok, itt az egyessel megjelöltem ezt a virágot. Ezt mentettem le. Na most egyszer behozzuk a színeket, és a képet beizárom, hozzáadjuk az egyéni színekhez. A sötét barnásat azt adjuk hozzá négyszer, a sötét kéket háromszor, a világosabb kéket, ezt kétszer, ez lesz a hátszínünk, és a világosságát azt egyszer lesz az előszínünk. Nyitunk egy 800x500-as üres lapot, és elkezdjük szűrők. Meddi, vévilap 1-1. A beállításaink lesz 3, radián, 70, 20. A színek, a harmadik szín lesz a sötét, se barna, és a negyedik szín lesz a sötét kék. A másik kettő pedig marad, és leokéztuk. Szűrők, simple, quick tile, apli. Szűrők, elmosás, gauss elmosás, 1,50-nel. Szűrők, elmosás, művészi elmosás. Szűrők, meddi. A Zortin T-lesz, álljunk 300-tól 500-ig, a pluszra, és itt pedig 330-ra tegyük a skálánkat, és leokéztuk. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Ezt a réteget megkettőzzük, a vízszintes és függőleges tükrözéssel átdobjuk, átlátsztalanságot tegyük 50-re, majd egyesítjük az előző réteggel. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Ezt a réteget újra megkettőzzük, bemenjünk a szűrők filter unlimitedbe, a BKG kaleidoszkóp, a kaleidoszkóp 5, és ennek a beállítása pedig lesz 176-144. És apli. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. A keverékmódot állítsuk szemcsesség egyesítésére, az átlátsztalanságot pedig levesszük 50-re. Majd egyesítjük az előző réteggel. Jaj, bocsánat, még nem kell. Még maradunk mindig a felső rétegen, szűrők,
Maddie Weaver. 300-tól 500-ig, és hagyjuk a skálánkat a 300-on, és leokéztük. Szűrök, Wanderly, Unplugged X, Defocus, és tegyük 7-re, és oké. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük, szűrők, domborítjuk, mérsékelt domborítással. Ennek a rétegnek adunk 2-szer gamma pluszt, majd szűrők, domborítjuk domborítással, és most egyesítjük az előző réteggel. Vesszük a kijelölőt és a téglalapot, és jelöljünk ki egy ilyen tetszetős kijelölést. Elmondom nektek a kézi beállításokat. 0-165, szélesség 800, magasság 170, és oké. Ezt a réteget megkettőzzük. Szűrők, elmosás, Gauss elmosás 150-nel. Kijelölés, réteg kiválasztás, kijelölés, összehúzás, egy ötös lesz. Így, oké. Szűrők, filter unlimited, az AFS import square border 2-t kikeressük, és ennek a beállítása pedig lesz 255, 145, 120, 128, 170, 25, 244 és 27, és apli. Szűrők, domborítjuk domborítással. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr, egy ötös a sötét kék színnel, így majdnem fekete, és a külsőnél vegyük ki a pipát, és leokéztuk. Kijelölés, réteg kiválasztás, szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Kijelölés elrejtése. Szűrők, Wanderly, Unplugged X, rálunk újra a defokuszra, és itt a beállítás lesz 12, és oké. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Szabad átalakítással. Az arányát levesszük 70-re, és a függőleges tengelyt meg felhúzzuk egész 50%-ra. És leokéztük. Most megfogjuk, és ide elhelyezzük, hogy itt is látszik a szaggatott vonal, meg felfele visszük most. Így. De elmondom a kézi beállításokat. Kézi 0, mínusz 116. Ezt a réteget megkettőzzük, és megfogjuk, és ide alulra is letesszük. Így. Hoppá, most nagyon kimentünk. Ennek is a kézi beállításai. 239 és mínusz 14.
A kettőt egyesítjük egymással. A beállításokkal adunk neki árnyékot, az lesz 5, 5, 50%, és a sugarat tegyük 35-re. Oké, és árnyék egyesítés. Újra bemenjünk a szűrők filter unlimitedbe. Az AFS Import Square Border 2, hagyjuk ezt a beállítást, és apply. Szűrőt domborítjuk mérsékelt domborítással. Most becsukjuk a szemét, és rálépünk a háttérre. Szűrők, Filter Unlimited, újra csak az AFS Import Square Border 2, de most ennek a beállítása lesz 255, 20, 145, 100, 100, 100, 100 és 100, és apply. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 50. Oké. És ezt megkettőzzük. Szűrőt, Filter Unlimited. A Filter Factory IE, Drink to Me. Hagyjuk ezt a beállítást, apply. Szűrőt domborítjuk mérsékelt domborítással. Szűrők, újra bemenjünk a Filter Unlimitedbe, a MOC, és ezen beül a Window. Ennek a beállítása pedig lesz 93, 155, 130, 87, 0, 0. És apply. Megkettőzzük ezt a réteget, a vízszintes tükrözéssel átdobjuk, az átlátszatlanságát 50-re vesszük, majd egyesítjük az előző réteggel. Szűrők, élesítjük élesítéssel. Szűrők, újra a Filter Unlimited, innen pedig a kivíz őrfilter, kukmál, hagyjuk ezt a beállítást, és apply. Vesszük a kijelölőt és a téglalapot, kijelöljük itt ezt a közepet, így. Elmondom nektek a kézi beállításokat. 226,50, 352 és 402. És oké. Újra bemenjünk a szűrők, Filter Unlimitedbe. A kivíz ölfilter, bookmál és apply. Kijelölés elrejtése. Most pedig bemenjünk a mappába, és behozzuk a virágot, amit kimásolunk, ide beillesztünk új rétegként, szabad átalakítással tegyük 80-ra, oké. Most pedig réteg méretezéssel, az arányok megtartásánál kivesszük a pipát, a lent és fent akkorára méretezzük, mint ez a téglalapunk, vagy valami ilyesmi. Még egy kicsit.
kicsit azért mehetne a szemfejek, így, és rögzítés. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Majd egyesítjük az előző réteggel. Szűrök, a aframes, fotoframe, a felsőt tegyük 15-re, és a mattét pedig 5-re. És oké. Okay. Kijelölés, réteg kiválasztás. Szűrők, hát így nem lesz jó, hanem inkább tegyük a kijelölőt és a téglalapot, és úgy jelöljük ki ezt a részt. Hát, még egy picit. Valahogy így. Tehát elmondom a kézi beállításokat. 49, 49. 702 és 401. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Egy ötös lesz az előszínnel, és a külsőnél kivesszük a pipát, ha bent van. Oké. Okay. Még egyszer szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Ugyanaz a beállítás. Oké. Okay. És még egyszer szűrők, leképezés, progresszív kontúr, a szín marad egy 35-ös, de most a külsőhéz tegyük be a pipát, és leokéztük. Kijelölés, elrejtése. Fellépünk a felső rétegünkre, kinyitjuk a szemet, és lehozzuk középső rétegnek. Most a téglalapunkat a virággal becsukjuk a szemét. Az első réteget egyesítjük az előző réteggel, vagyis a háttérrel. Szűrök, simple, quicktile, apli. Szűrök, élesítjük mikrokontraszt 12-vel, majd szűrők, elmosás, művészi elmosás. Behozunk egy réteg új üreset, kitöltjük az előszínnel, és most behozzuk a maszkot, amit a mappában megtaláltuk, és leokéztük. Itt a maszknál látunk egy ilyen feliratot, vagyis aki készítette, köszönjük neki, de akkor nem lesz szép, innen töröljük. A beállításokkal adjunk neki egy árnyékot, az legyen 1, 100% és egy egyes sugár, oké, okay. Árnyék egyesítés. Szabad átalakítással tegyük fel 110-re, és leokéztük. Szűrők, textúra, homokkő. Egyszer adunk neki egy gamma pluszt. Lépjünk rá a háttérre, egy gamma mínuszt adunk neki, majd a felső réteget, vagyis a maszkos réteget egyesítjük a háttérrel. Kinyitjuk a virágnál a szemet, és szabad átalakítással tegyük 100, hát nem lesz jó. Lássuk csak 105-re. Így 105-re. És leokéztük. Majd réteg egyesít minden réteggel. Hát, hagyjuk úgy, ne tegyük 105-re. Bocsánat, kérek, tehát réteg egyesít minden réteggel.
mert látom elég jó. Nagy a virágunk. Na most kép, külső keret. Egy egyes lesz az előszínnel. Kép, külső keret. Egy ötös a sötétebbik barnával. Kép, külső keret. Egy egyes ugyancsak az előszínnel. És kép, külső keret, egy 50-es, így, a hátszínnel. Veszük a varázspálcát, beleklikkelünk az 50-esbe. A megszokott módon szűrök, szimple, kütyphile, apli. Szűrök, elmosás, Gauss elmosás. Egy 50-es, oké. Szűrök elmosás, Gauss elmosás, még egyszer ugyancsak az az 50-es. És szűrők elmosás, művészi elmosás. Szűrők, bemenjünk a Filter Unlimitedbe, az Italian Editor Effect, Picture in Picture, vagy Picture in Picture. Ennek a beállítása 186 és 0. És apli. Szűrök, domborítjuk. Mérsékkel domborítással egyszer. És szűrők, domborítjuk. Mérsékkel domborítással még egyszer. Kijelölés, inverse kijelölés, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, 35, az előszín és a külsőnél benn van a pipa, és oké, okay. Szűrők, leképezés, árnyék, az átlátsztalanság legyen 50, az X és az Y 2-2, oké, okay. És még egyszer szűrők, leképezés, árnyék, most pedig mínusz 2, és mínusz 2, és oké. Okay. Kijelölés elrejtése. A virágot azért hagytam itt, hogy el tudjam mondani, igaz, hogy a mappában megtaláljuk ezt a három gombot, el tudjam nektek mondani, hogy hogy készítettem a gombot. Tehát így, ahogy van a képünk, bemenjünk a szűrők, a Filter Unlimitedbe, de sokszor használtuk már ezt, a VM Toolbox, Rund Button, és ennek a beállítása pedig 108, 88, 220, 237, 145 és 0. Ezt azért mondtam el, hogy ha valaki más virággal készít ugyanilyen képet, akkor a gombokat evel a beállítással tudja elkészíteni. Na most elkészítem és apli. Kijelölés, réteg kiválasztás, ezt kimásolom, és beillesztem új képként. Most bezárhatom a virágot. Ennek a mérete lesz kép, kép méret, egy 50-es pixel. Tehát így készítettem el a gombot, most pedig ezt bezárom, és behozom a gombokat a mappából, amit kimásolok, és beillesztek ide új rétegként, majd megfogom, és ide elhelyezem. Tehát a kézi beállítások lesz 10-10.
Oké. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük, a beállításokkal adunk neki árnyékot, az lesz 5, 50%, 25-ös sugár, árnyék egyesítés, és újra beállítások árnyékolás, mínusz 5, és mínusz 5, oké, és árnyék egyesítés. Ezt a réteget most megkettőzzük, a vízszintes és a függőleges tükrözéssel átdobjuk, majd megfogjuk, és ide alulra elhelyezzük. Így, még egy kicsit. Ennek a kézi beállításai lesz 632 és 346. És oké. A két réteget egyesítjük egymással, majd egyesítjük a háttérrel. A gombok már nem kellenek, ezért ezt bezárjuk. Most pedig a mappából hozzuk be Kádinak a csaját, ami igaz, nem ilyen kék ruha volt rajta, de átfestettem. A szignót kitöröltem, kijelölés, réteg kiválasztás, másolás, és ide beillesszük új rétegként. Megfogjuk, és úgy helyezzük ide, hogy ezt a gombot, ha lehetne, takarjuk el, a harmadikat. Majd réteg méretezéssel egy kicsit feljebb húzzuk. Így, és rögzítés. Szűrő, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. A beállításokkal adunk neki árnyékot, az lesz 5, 50%, egy 35-ös sugár, oké, árnyék egyesítés, és újra beállítások árnyékolás, mínusz 5, és mínusz 5, oké, és árnyék egyesítés. A csaj már nem kell, ezért ezt bezárjuk. Következőben behozzuk az írást, kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként, majd megfogjuk, és ide lehelyezzük. Szűrőt élesítjük mikrokontraszt 12-vel. A beállításokkal adunk neki egy árnyékot, az lesz 1, 100 és egy 1-es sugár, oké, és árnyék egyesítés. Réteg egyesít minden réteggel. Az írásra kell már. Más nem maradt hátra, mint hogy a képet méretezzük 800 pixelre. Hát ennyi volt a mai leckénk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindenkinek köszönöm az eddigi elkészített képeket. A szignót ne felejtsetek le róla. Egy nagyon szép napot kívánok nektek. Sziasztok!